Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Én ezt a jóslást tulajdonképpen egy anyák napi jóslásnak gondoltam, de utána eszembe jutott, hogy Magyarországon mindig az első hét május hónapban az anyák napja, és ez május 7-én volt. De a német nyelvű területen, és itt Spanyolországban is, a második hét május hónapban az anyák napja, tehát május 14-én ünnepelik ezt. Így kicsit elkésve ugyan, de mégis szeretném mutatni ezt a jóslást, mi a kapcsolat a gyermekekkel, és ehhez jön egy akciós jóslás. Ha megrendelsz egy horoszkópot, például a gyermeked részére, vagy az unoka részére, akkor ezt megkapod most fele áron, mégpedig 40 ezer forint helyett 20 ezer forintért. Ez egy nagyon részletes elemzés, ahol kitérek arra, hol van a tehetség a gyermekeknél, milyen lesz az életút, milyen irányba tudnád nevelni, hogy minden jól alakuljon. Tehát ez a asztrológia, ez az asztrológia az indiai számítás szerint most fele áron megrendelhető. És most megnézzük a képeket. Itt látható a múlt. Itt voltak bizony félreértések, nehézségek, akadályok, de ezen már dolgoztatok, ez elmúlik, ez lezárul. Itt volt annak idején külső befolyás is. Az is lehet, hogy nem csak a családban vagy a gyerekeknél volt ez a nehézség, hanem a munkahelyen is. Most még elég sok a dolgod, vagy a párodnak van munkája, hiszen itt egy férfi látható, de mindez megoldódik. Az a fontos, hogy nem szabad bizonyos dolgokat erőltetni, erővel fogva tartani, hanem emlékeket vagy bizonyos kapcsolatokat el kellene engedni. Ez lehet itt egy munkahelyi változás is. Ami a családot illeti, itt láthatóak a gyermekek, látható ez az öröm, ez a vidámság, egy szép kapcsolat a gyermekekkel. Ez a kép utalhat gyermekkori emlékekre is. Itt lesz egy sors döntő változás, hiszen a sors kereke más irányba fog fordulni. Itt lesz egy új kezdet, és van jövő, javul a helyzet. Itt látható a család, a király, a királynő és a gyermekek. Egy nagyon-nagyon szép kapcsolat, ahol esetleg problémák vannak, az a munka, a hivatás, vagy vannak még ilyen emlékek, ami elszomorít. Pontosan ezeket a dolgokat, ezeket az akadályokat kellene itt lezárni. Akkor lesz itt egy sorsdöntő változás, egy új irány, egy új kezdet lelkesedéssel, és itt ez a kép jelenti a könnyűséget, az ötleteket, ezeknek a megvalósítását, de ez a kép néha jelent könnyelműséget is. Tehát figyelj oda a dolgokra, hogy jó döntések legyenek, az is lehet, hogy a gyermeked már nagyobb, és úgy gondolod, hogy néha olyan könnyelmű és meggondolatlan volt, de változik a sors kereke, lesz egy új kezdet, változnak az események, itt látható egy új irány. És ez volt az anyák napi jóslás, kicsit elkésve ugyan, de én gondolom a képek így a jelenlegi helyzetre is utalhatnak.
És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!